Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a hosszú szünet után, legalábbis ami az előadásokat illeti, és hát a mostani ugye előadásunk témája a szendvicsek gyümölcsei. Erről egy cikket is írtam a szeptemberi Pesti Főtemplom című lapban, ugye ez itt a reklám helye, tehát ugye egyoldalas összefoglalót olvasható benne, de másra is szeretnénk kitérni, mint ami ebben a cikkben megjelent. Ugye a forrásaim azok a elsősorban a skolasztikus teológia alapján szedtem én ezeket össze, egy dogmatikus kézikönyv Ludwig Ott professzornak a Katolikus Dogma Alapjai című könyve, aztán például itt van egy angol nyelvű 30-as évekből származó katekizmus, és hát még más források. Nem utolsó sorban egy kis saját tapasztalattal is ugye kiegészítem, ahogy én ezt szoktam. Aztán kiderül közben az is, hogy miért fontos most ez a téma, természetesen ezen a téren is manapság nagyon sok félreértés és sok torzulás van, ami a papok és a hívek lelki életét is érinti. És hogyha lesz a végén még idő, akkor még hozzáteszek egy olyan témát, amit igazából, hát mondjuk valamikor márciusban, áprilisban abba hagytam, tudnélik, akkor beszéltem a katolikus oltárról, Michael Davis könyve alapján, és egy apró fejezet kimaradt, mégpedig a tabernákulum elhelyezéséről szóló fejezet, ami ugye hát különösen is aktuális, mert látjuk, hogy hazánkban is újonnan történnek mindenféle templom átalakítások, ahol hát úgy látszik, hogy ismét csak nem tudjuk pontosan meghatározni a tabernákulumnak az őt megillető helyét, tehát ezért illik valahogy ennek is az alapelveit megvizsgálni. Tehát ugye a szentmise az egyház tanítása alapján ugye nem más, mint a kereszt áldozatnak a megújítása és a folytatása, ugye nem megismétlése. Tehát hiába vádol minket a protestáns teológia, hogy mi ugye nem tartjuk elégnek Krisztus kereszt áldozatát, hanem újra és újra leöljük ugye a bárányt az oltáron. Nem, Krisztus kereszt áldozata egyszer s mindenkora elegendő. Azonban, mivel mi emberek ugye térben és időben szétszóródtunk, mivel hogy ugye el kell, hogy érjen minket a megváltás 2000 évvel később is, más vidékeken is, ezért van szükség arra, hogy ez az áldozat mindig jelen legyen, mindig megjelenüljön és megújuljon, és mi is ezáltal, mint egy portása lehessünk Jézus Krisztusnak is az áldozatának. Ugye a tridenti zsinatnak az a dogmája, hogy azonos a szentmise áldozat és a kereszt áldozat, mert ugyanaz a pap mutatja be, ugyanazt az áldozatot mutatjuk be, ugye Jézus testét és vérét, csak a bemutatás módja eltérő. Ott ugye a kereszten véres módon történt a bemutatás, itt az oltáron pedig vértelen módon. A szentmise tehát mondhatjuk úgy is, hogy Krisztus a kereszten megszerzett érdemeinek a kiosztása az emberek számára. Tehát a kereszten meghaló Krisztus belefoglalta az világ végéig tartandó összes szentmisét az ő szándékába, amikor ott egyszer s mindenkorra fölajánlotta az ő életét, hogy ezeket bőségesen kiosztassa mindazoknak, akik erre nyitottak. Ugye Szent Pál apostol mondja a rómaiakhoz írt leveléből, hogy Isten, aki a saját fiát is nekünk adta, még őt se tagadta meg tőlük, nem, de mindent megadott nekünk a fiával együtt. Tehát mi ennél értékesebb ennél az ajándéknál, amikor a saját fiát áldozatul adja értünk. Ezért a szentmise a legnagyobb kegyelem forrása mi számunkra. Az Isten kegyelmében sokféleképpen részesülhetünk, ugye a többi szentség is arra való, hogy közölje velünk az Isten kegyelmét, de van egy nagy különbség, ugye ezek a kegyelmek Krisztus erejét közvetítik,
de az eukarisztia magát Krisztus, a kegyelem szerzőjét és forrását tartalmazza testben, lélekben, istenségben, emberségben, a maga teljes valóságában. És miközben a többi szentségek azért többnyire föltételezik a kegyelem állapotát, ugye, tehát, hogy én gyümölcsözően részesülök a szentáldozásban, vagy a bérmálásban, vagy a házasságban, vagy az egyházi rendben, ez nekem a kegyelem állapotában kell lenni. Viszont a szentmisével egy kicsit más a helyzet, mert még akkor is hasznos számomra a szentmise és kegyelem közvetítő, hogyha véletlenül nem a kegyelem állapotában veszek rajta részt. Tehát ez sem világos manapság, ugye? Hallottam olyan papról a 70-es években, aki ugye azt prédikálta a híveinek, hogy aki nem áldozik a szentmisén, az inkább menjen kocsmába, ne is jöjjön vasárnap a szentmisére, és akkor még ugye lasszóval fogta a potenciális áldozókat, hogy maguk ottan miért bujkálnak az orgona mögött, jöjjenek ide, áldozzanak. Tehát a végén már visszakiabáltak, mert bűnünk van. Szóval nem számít, jöjjenek csak nyugodtan. Az a bűn, az nem igazi bűn, amit maguk vélnek, ugye. Tehát az, hogy azért a szentmisén való részvételnek van értelme akkor is, hogyha az ember történetesen nem áldozhat, ha véletlenül nincs a kegyelem állapotában, mert ebben az esetben a szentmise megadja neki a megtérés és a kiengesztelődés kegyelmét, hogy minél előbb visszakerülhessen a kegyelem állapotába. Ezért is mondja az egyház, hogy függetlenül milyen a szubjektív állapota valakinek, ugye kötelessége a vasár és ünnepnapi szentmisén részt venni. Hát nézzük a szentmise hatásait. Elsősorban a hagyományos teológia a bűnbocsánatot sorolja a szentmise hatásai közé. Tehát ugye a bűnösöknek meghozza a megtérés kegyelmét, a bűnbánat kegyelmét, az igazaknak pedig meghozza a bocsánatos bűn és az ideig tartó büntetés elengedését. Azt mondják a ugye lelkélet nagy mesterei, hogy a szentmisén való részvételkor úgy olvadnak a bocsánatos bűneink, mint ahogy a tűz közelében elolvad a viasz. Tehát ugye nem véletlen, hiszen az Úr Jézus a kereszten pontosan ezzel a szándékkal mutatta be az áldozatot, Atyám, bocsáss meg neki, ugye, mert nem tudják, mit tesznek, tehát imádkozott a bűnbocsánatért. Az utolsó vacsorán, hogy amikor megalapítja a szentmisét, akkor azt mondja, hogy ez az én vérem, mely ugye értetek is sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. A Szent Pál is azt mondja, ugye, hogy Krisztus vére hatékonyabban kiállt az égbe az Atyához, mint Ábel vére. Ugye, tehát Ábel vére a bosszúért kiállt, tehát, hogy bosszúja meg az Úr az ő kiontott ártatlan vérét, és ezért kiállt a földről testvérének, ugye Káinnak a vérét követelvén. A mi testvérünknek, Jézus Krisztusnak a vére viszont úgy kiállt az oltáról, hogy bocsánatért kiállt, kiengesztelődésért és irgalomért kiállt. Na most még az egyház atyák arról is beszélnek, hogy a szentmise egy engesztelő ajándék. Tehát ugye nem csak hogy az Isten ajándéka számunkra, mégpedig az összes ajándékainak a csúcspontja, hanem a mi ajándékunk is az Isten számára. Tehát mi annál nagyobbat nem tudunk neki föláldozni, mint az ő szeretett fiát. Természetesen ez nem a mi érdemünk, hogy ilyen értékes ajándékunk van, hanem ez is az ő kegyelme, az ő ajándéka. Tehát ezért is olyan nagyszerű a szentmise, mert ugye azt a legnemesebb dolgot, ami valóban hatékonyan meg tudja ugye érinteni az Atya szívét, azt ő maga adja a mi kezünkbe, hogy neki fölajánljuk. Tehát ugye az egyház atyák összehasonlítják a szentmisét azzal, amikor ugye Jákob becsapta testvérét Ézsaut, menekülnie kellett, és hosszú évek után ugye visszajön a szülő földjére, de hát fél a bátyjának a bosszújától és a haragjától, és ezért előzetesen engesztelő ajándékokat küld neki, és ezek után megtörténik a nagy összeborulás és kibékülés Jákob és Ézsaut között.
Na most a szentmise hatása, ugye ez a bűnbocsátó, kiengesztelő hatása, van, amikor azonnali. Ugye hát Jézus kereszt áldozatának a pillanatában ott volt az a százados, akit a hagyomány Longinusnak nevez, aki ugye azt mondta, hogy ez az ember valóban az Isten fia volt. Tehát abban a pillanatban fölfogta a helyzetnek a súlyosságát. Azt mondja, hogy a tömeg is mellé merve távozott a Golgotáról. Tehát mélységes bűnbánatot ébresztett bennük ez a látvány. Vagy például, amikor a jobb lator ugye a szenvedő Krisztusra tekintve jut el az egész életének a megbánására, és azt mondja, hogy emlék, ugye mi méltán kapjuk a büntetésünket, valóban megérdemeltük az életünkkel, de ez semmit nem vétett. És akkor azt mondja, hogy emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országodba, tehát bocsánatot kér az Úrtól. Ugyanakkor a szentmise hatásai olykor csak lassan érlelődnek és később nyilvánulnak meg. Például ugye az a nagy csoda, ami pünköskor történt, amikor a Szentlélek kiáradásának a hatása, ugye 3000 ember bűnbánattól tartott és megtért, hát ezt is úgy kell felfogni, mint a nagypénteknek a gyümölcset. Tehát Krisztus keresztáldozata szerezte meg ennek a 3000 embernek a megtérés a bűnbánat ajándékát. Na most tehát ugye a szentmisén résztvevők közül, ahogy mondtam, azok is, akik nem áldoznak, vagy nincsenek a kegyelem állapotában, azok számára is valamiképpen hatékony lehet a szentmise. Ugye most nagyon aktuális ez a vita az elvált újraházasodottak esetleges áldozásáról, és ugye Benedek pápa számtalanszor hangsúlyozta, hogy ez, hogy ők nem áldoznak a szentmisén, az nem jelent semmiféle diszkriminációt vagy kirekesztést, hanem ez egyszerűen az igazság iránti tiszteletet jelenti. Egyszerűen ez az igaz irgalom, hogy nem engedjük, hogy egy hazugságban éljenek és meneküljenek. De ugyanakkor például, aki nem részesülhet szentségi áldozásban, még mindig nyitva van számára a lelki áldozás lehetősége. Tehát, hogy a vágya alapján, a vágya fölébresztve annyiban részesül a kegyelemben, amennyiben az ő lelki állapota ezt megengedi. Ugye ezt jól tudni például akkor is, hogyha valaki, mit tudom, mint betegség, vagy utazás, vagy netán börtön, vagy bármi más baleset miatt nem tud részt venni a szentmisén. Hogyha én fölébresztem a szívemben a vágyakozást a szentség vétele iránt, akkor nekem ezt a kegyelmet meg tudja adni az Úristen, a szentség tényleges vétele nélkül is. Tehát ez a lelki áldozásnak a valósága. Most itt is az egyházatyák egy érdekes hasonlatot hoznak, hogy a nem áldozók is valójában áldoznak a pap áldozásán keresztül. A pap ugye a testnek a feje, az egyháznak, mint egy a pászkora, ugye a feje, azt mondja, hogy ha a száj evett, akkor az egész test jól lakott. Tehát valamiképpen a pap áldozásán keresztül a többiek is részesülnek a lelki ajándékokban. A tridenti zsinat hangsúlyozza, hogy a szentmisét a naponta elkövetett bűnök engesztelésére is fölajánljuk. Tehát ugye ezért van szükség arra, hogy naponta bemutassa az egyház a szentmis áldozatot. Egyébként akárhogy is gondolták egyes modern liturgikusok, hogy ez egy későbbi nyugati fejlemény a napi szentmise, az újabb kutatások megmutatják, hogy nem, sőt éppen keleten, ahol most ugye nincs hétköznapi szentmise, ott volt a leggyakoribb a mise. Nagy Szent Vazul egyházatya halála napján is 3 szentmisét mutatott be. Tehát ez neki nagyon rendszeres, gyakori szokása volt, ugye? Tehát tulajdonképpen a napi szentmise azért ritkult keleten, ugye, mert megszűnt a cölibátusnak a gyakorlata, és ugye a misézés megkövetelte az önmegtartóztatást a házas életben, és hogyha nem akartak a papok, ugye, gyakorlatilag a meglévő feleségük mellett a teljes önmegtartóztatásban élni, akkor a szentmisét
ugye ritkítani kellett, tehát csak bizonyos napokba korlátozni, amikor önmegtartóztató életet élnek. Tehát ugye emiatt csökkent keleten a szentmise bemutatásának a gyakorisága, nyugaton pedig megmaradt ugye jó esetben a napi szentmise gyakorlata, sajnos manapság ez is sok helyen nagyon-nagyon veszélybe kerül, főleg ott, ahol a hívek nem nagyon jönnek, akkor a pap is úgy gondolja, hogy hát inkább elhagyom hétköznapi szentmisét, de ugye az egyháznak az az akarata, hogy a naponta elkövetett bűnök engesztelésére naponta mutassák be a szent áldozatot. Aztán a nem tudatos bűnök engesztelésére. Ugye, tehát igaz, hogy az a bűn, ami nem teljesen tudatos és szándékos, az nem lehet igazán súlyos, de az is kártékony, tehát az is rombol. Most hiába ugye van az, hogy én jóhiszeműen leveszek egy mérget, nem tudván, hogy ez ugye egy mérges anyag, a szervezetemet akkor is roncsolni fogja, tehát a bűn is ilyen, hogy lehet, hogy én nem vagyok teljes tudatában a dolog súlyának, de ettől még számomra a családom, a környezetem, a társadalom számára romboló hatása lesz a bűnnek, és ezért is fontos a szentmise gyakori bemutatása. Aztán ugye az Isten a megérdemelt isteni büntetések elhárítása véget is kívánja az egyház a szentmise gyakori bemutatását, és ott hozzák az egyházatják azt az esetet, amikor Dávid király népszámlálást tartott, és ez ugye egy komoly bűnnek számított, hiszen azt mondták, hogy a népnek a számon tartása és a számának a nyomon követése az az Úristennek a privilégiuma, tehát embernek ehhez nincs joga, mert akkor ebben fog bízni, és nem az Istenben. És emiatt az Úristen Dávid népét pestissel sújtotta, és a pestis járvány csak akkor szűnt meg, amikor Dávid állatáldozatokat mutatott be, engesztelő és égő áldozatokat a bűnökért. Tehát ugye ezek az áldozatok is csak azért voltak hatékonyak az Ószövetségben, mert előre jelezték Krisztusnak a szeplőtelen és örökérvényű áldozatát. És végül a szentmisét azért is bemutatjuk, hogy enyhítsük a tisztító helyen szenvedő lelkeknek a kínjait. Hasonlóképpen, ahogy ugye a jobb latornak is azt mondta az Úr, még ma velem leszel a paradicsomban, tehát ugyanezt mondja az elhunytaknak, amikor értük, mutatjuk be a szentmisét. Egyébként itt a templomban, ugye amikor bemegyünk a templomba, az első jobboldali oltár ábrázolja a tisztító tűzben szenvedő lelkeket, és a szűzanya ott van fölöttük, és ugye legtöbb helyen a skapulári segítségével, mint egy kihalásza a lelkeket a tisztító tűz szenvedéseiből. Hát más ábrázolások pedig azt mutatják, amint a pap éppen misézik élük, és az angyalok ugye leszállnak a lángokba, és kiveszik ezeket a lelkeket, fölviszik őket az örök dicsőségbe. Tehát ennyit a szentmise bűnbocsátó hatásáról. A második hatása az imáink meghallgatása. Tehát ugye sokkal hatékonyabbak az imáink, hogyha szentmise keretében végezzük őket, mert a szentmisében Krisztus is velünk imádkozik, és csatlakozik hozzánk az egész egyház, beleértve a szenteket és az angyalokat is. Tehát az egész egyház és Krisztusnak az imája támogatja a mi gyarló, törékeny, tökéletlen imánkat. És tudjuk, hogy az Atyát, Krisztust az Atya mindig meghallgatja. Krisztus imádkozik értünk, imádkozik velünk, imádkozik helyettünk, mondja a Szalézi Szent Ferenc, és ezért imáink sokkal hatékonyabbak a szentmisén. Kiegészíti a mi hiányainkat, és megtanít minket imádkozni Krisztus a szentmisén. A harmadik hatása a szentmisének az, hogy biztosítja a földi javainkat. Hát ezt manapság nem nagyon hangsúlyozzák, nehogy valaki ilyen haszonelvűen fogja föl a szentmisét, ugye, hogy akkor nagyon sok földi jóban fogok bővelkedni a gyakran járok misére. Hát nem ezt akarja mondani a teológia, de ilyeneket említ, hogy balesetek elhagyják
elhárítása, segítség a mindennapi munkában, áldás a személyekre és a javaikra. És ezért ugye nagyon szép szokás, és hát a régiek ezt nagyra tartották, hogy a napunkat szentmisével kezdeni. Ugye kora reggel az legyen az első, amit teszünk, hogy a szentmisén részt veszünk. Tehát mi papok, szerzetesek igyekszünk is a napunkat, amennyiben lehetséges szentmisével kezdeni. Ugye Szent Izidorról mesélik azt, hogy ugye ő egy egyszerű pásztorember volt, és mindig nagyon korán fölkelt, hogy még mielőtt a nyáját kivitte volna legelőre, részt vegyen a szentmisén, és ugye ezt a munkamúja részrevette és neheztelte miatt, és azt mondta Szent Izidor, hogy hát tessék megfigyelni az én munkámat és az eredményeimet a nap végén, hogy ki tett többet, ki ugye dolgozott többet, és akkor kiderült, hogy Izidornak az Úristen kétszer annyira megáldotta a munkáját, és sokkal hatékonyabb volt a munka, és akkor kezdve nem zaklatta őt a munkaadója sem. Tehát ugye régi szokás az is, hogy nagy vállalkozások, nagy kezdeményezések előtt szentmisét mutatunk be, ugye gondoljunk csak a Véri Szánte szentmisére az iskola év elején. Tehát azt mondja a teológia, hogy még az is, aki nincs a kegyelem állapotában, és emiatt nem kaphat mennyei javakat a szentmisében, tehát nem kaphatja a megszentelő kegyelem növekedését, ha nincs a kegyelem állapotában, de még mindig kaphat földi javakat, jutalomért azért, hogy részt vett a szentmisén, mindenek előtt a megtérés kegyelmét, de ezen felől a földi munkáját, jó akaratát, törekvését az Úristen megáldja és megsokasítja. És a negyedik hatása a szentmisének azoknak jár, akik a kegyelem állapotában vesznek részt rajta, hogy növeli a megszentelő kegyelmet és biztosítja a mennyei jutalmat az ő számukra. Tehát növeli az örök boldogságot, és megint itt ez a katekizmus hoz egy példát, hogy egy jó ember naponta részt vett a szentmisén, és utána hát nagyon sokat a korai fölkelés, meg a hosszú utat, amit a templomig meg kellett tenni, és abba hagyta a napi mise szokását, amíg egyszer csak azt vette észre, álmában, hogy miközben ugye ő a szentmisére megy, egy angyal jár mögötte, és jegyzi föl a lépteit, és ugye hát így fogja majd őt jutalmazni minden egyes lépésért, amit a szentmise érdekében tett, és akkor visszatért a napi szentmise szokásához. Tehát a korai fölkelés, a hosszú utazás, a hidegnek, az esőnek, a rossz időnek, vagy éppen a hőségnek az elviselése, mindez növeli az érdemet, és mindezt az Úristen számon tartja, hogyha a szentmise érdekében ezeket elviseljük. Na most nézzük a másik, tehát ezek voltak a szentmisének a hatásai. Kik részesülnek a szentmise ezen gyümölcseiben? Minden szentmisének három fajta gyümölcse van, a skolasztikus teológia szerint. Az első az az általános, a fructus generalis. Tehát akár milyen szentmiséről is legyen szó, az egész egyházért ajánljuk fel. Élők is voltak üdvösségért. És tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a szentmise az az erő, ami összetartja a világot, hogy szét ne essen, hogy ugye meg ne semmisüljön a bűnei következtében. Tehát ezért mondta Szent Pió atya, akinek ugye tegnap volt az ünnepe, hogy a világ sokkal inkább létezhetne nap nélkül, mint szentmise nélkül. Tehát a szentmise a világ egyetlen éltető és összetartó ereje tulajdonképpen. Pontosan ezért az általános gyümölcsét, hogy élőkért is voltakért bemutatjuk. Van egy úgynevezett fructus specialis is, egy sajátos gyümölcs, amiben az részesül, akiért a misét bemutatják. Ugye ez a gyakorlat, hogy a szentmisét egy speciális szándékra ajánljuk föl, ez már a második századtól kezdve kimutatható az egyházatyáknál, például Tertulliánusnál, Szent Cipriánnál és Szent Ágostonnál. Ez egy olyan pont, amit a liberális fölfogásúak mindig is elutasítottak, például az 1786-os pisztolyai zsinat, amit az egyház elutasított, mint rabló zsinatot,
ugye az is azt hozta föl, hogy tulajdonképpen ez egy visszaélés és egy simónia, tehát a lelki javak pénzért való árusítása. A szentmisét sajátos szándékokra ajánljuk föl, pedig hát látjuk, hogy még az egyház legelső századaiban is ez szokásban volt, és a legősibb ilyen gyakorlat az a halottakért fölajánlott szentmise. De gondoljunk bele, amikor van ez a megható jelenet, hogy Szent Ágoston búcsúzik haldokló édesanyjától, és a Szent Mónika azt mondja neki, hogy fiam, nem érdekel, hova temetitek ezt a testet, mindegy, hogy hol lesz a sírom, csak azt kérem, hogy az Úr oltáránál mindig emlékezzetek meg rólam. Tehát ugye speciálisan az ő lelkűn délben mutatott szentmise. És hát ugye az is egy őszis fokás, hogy ezért a szentmise bemutatásért a hívek egy megfelelő adománnyal jöttek a templomba. Tehát eleinte ezek az adományok természetben történtek. Ugye a perselyezést is ezt helyettesített, hogy hozták a lisztet, hozták a bort, hozták a viaszt. Aztán ugye beszámolnak ilyenekről, hogy zöldségeket, élelmiszereket, énekes madarakat, különböző dolgokat hoztak ugye az oltárhoz, és hát ebből a pap kiválasztotta azt a kenyeret és bort, amit ugye a szentséghez használ, és a többi pedig a szegények ellátására, illetve a saját maga is az egyház, illetve a liturgia szükségleteire fordította, és a középkorban ez az adomány pénzbeli adománnyá változott. Természetesen voltak sokszor, és ma is vannak visszaélések e körül, de pont ezért ezt nem áll tudni, hogy ugye az egyház szigorúan szabályozva, hogy naponta a pap csak egy mise adományt vehet föl, még ha ugye több szentmisét is bemutat, maximum hármat mutathat be vasár és ünnepnapon, de akkor is csak egynek az adományát tarthatja meg, a másik kettőt, azt pedig a püspöknek kell visszaküldenie, aki ugye megfelelő szándékra, legtöbbször a papnevelése vagy valamilyen közös szándékra ajánlja föl. Sőt, a plébánosok vasárnap hiába mondanak három szentmisét, egynek a díját sem tarthatják meg, hiszen ugye ők kötelesek minden vasárnap pro populo a népét misézni, és azt számít ugye az ő számukra mise szándéknak, az összes többi pedig visszaadják a püspöknek. És ugye az is előírás, hogy a pap maximum egy évre előre ugye gyűjtheti be a mise adományokat, és hogyha egy év után még mindig marad olyan szentmis, aminek nem tett eleget, akkor azt is át kell engednie más papoknak. Tehát, hogy ne az legyen, hogy a szentmise adományokkal valaki nyerészkedjen, és hogyha ebből csináljon üzletet. Ugye? Most egyébként azt is ugye persze tudjuk, hogy ezzel az adománnyal, a stipendiummal nem magát a szentmisét, nem a szentséget fizetjük ki, hiszen az ugye kifizethetetlen, fölmérhetetlen értékű, hanem ez csupán egy adomány a papság és a liturgia és az egyház fenntartására. Ugye természetesen a pap nem önkényeskedhet ebben, hanem köteles ugye követni az egyház megye előírását, hogy mennyi ugye az az összeg, amit elfogad adomány címen. Na most, tehát ez a sajátos, speciális gyümölcs, amiben az részesül, akiért a szentmisét fölajánljuk, és van még egy fructus specialissimus, legsajátosabb gyümölcs, amiben maga a misét bemutató pap és az aktuálisan jelenlevő hívek részesülnek. Tehát az, aki a szentmisét bemutatja, a pap egészen különleges módon részesül a kegyelemben, és azok a hívek is, akik jelen vannak, inkább részesülnek a kegyelemben, mint azok, akik távol vannak. Ezt azt hiszem, hogy logikus, egy logikus gondolat. Na most azt is mondja a hagyományos teológia, hogy ugye a szentmisében jelen van ugye az egész egyház, jelen vannak az angyalok, a szentek, és ezek különösen örülnek akkor, hogyha a szentmisében nevük említik a nevüket, illetve hogyha az ő tiszteletükre ajánljuk fel a szentmisét. Tehát hasonlóképpen, mint azok a harcosok, akik részt vesznek a hadvezér diadalában, amikor ugye dicsőségesen bevonul egy győztes csata után. Tehát minden szentmisében az angyalok leszállnak az égből, mint Betlehemben, és velünk együtt ünnepelnek.
Egyébként ez is egy külön kis téma, hogy lehet-e bemutatni a szentmisét az angyalok vagy a szentek tiszteletére. Ugye sokan ezt is vitatják, mert úgy gondolják, mintha a szentmisét, mint áldozatot annak a szentnek, vagy annak az angyalnak ajánlanák föl. Pedig nem erről van szó, mert a szentmisét mindig Istennek ajánljuk föl, de úgy, hogy hálát adunk azért a kegyelemért, amit az illető szentnek adott, és különösen kérjük az Isten kegyelmét annak a szentnek a közbenjárása által. Ugye káplán koromban például a mi vidékünkön nagyon népszerű volt a páduai szentantal, úgyhogy rengeteg szentmisét mondtam szentantal tiszteletére. Aztán egyszer csak jöttek ilyennel 2000-ben, hogy most egy szentmisét kérnek a szent év tiszteletére. Hát, hogy ezt is nem áll tudni, hogy szentmisét csak élő személy, illetve csak mondjuk személyes létező tiszteletére lehet bemutatni. Nem lehet a szent év tiszteletére, nem lehet a például, mit tudom én, Krisztus bilincsei, vagy a szent grál tiszteletére, tehát tárgyal tiszteletére, vagy fogalmak tiszteletére nem lehet, hanem csak valóságos személyek tiszteletére. No, szóval Szent Gertrúdnak volt egy ilyen látomása, hogy amikor szentmisét mondatott, ugye egy-egy szent tiszteletére, akkor később ez a szent megjelent neki, különleges, különösen fényes ruhában, különösen boldog arccal is megköszönte ezt az ajándékot, hiszen ezáltal ugye növekszik az illető szentnek a járulékos boldogsága mennyben. Tehát a lényegi boldogsága nem növekszik, de van egy úgynevezett járulékos boldogság, ami még ugye hozzáadhat valamit az ő boldogságához. Tehát érdemes ilyen módon is jóba lenni a szentekkel és a szent angyalokkal. A szentmisének van négyes célja, ez az imádás, a hála, a kérés és az engesztelés. Ugye a szentmise mind imádás. Isten az, aki ugye minden lény forrása, mindennek ura, akinek imádással tartozunk, senki másnak nem jár az imádás és az áldozat, csak az Istennek. Az Ószövetségben sokfajta áldozat volt, amik ugye különböző célokat szolgáltak, az Új Szövetségben pedig ezek mind egyetlen áldozattá egyesültek, és ugye magába foglalják a sokféle szándék, magába foglalja a szentmise áldozat a sokféle szándékot. Na most ugye a szentmisében bármit kérünk, az egy véges dolog, amit pedig fölajánlunk, az egy végtelen értékű dolog. Maga a második isteni személy, az ő vére, az ő áldozata. Tehát Szent Bonaventura egy ilyen merész hasonlatot hoz, hogy Isten, mint egy rabul adta nekünk az ő fiát, hogy az elengedésért bármit kérhessünk tőle. Hát elég ugye furcsa hasonlat, de így is föl lehet fogni ezt a dolgot. De ezt ugye Krisztus önként vállalta, tehát nem egy emberrablásról van szó, hanem ő ezt önként vállalta, és az Atya maga akarta, hogy mi ezt megtegyük. Tehát, hogy Krisztus írt az ő áldozatának a fejében bármit kérhessünk tőle. Isten végtelen imádást érdemel, amit senki itt a Földön, az összes angyalok és szentek sem adhatnak meg neki, csak egyedül az ő fia. Egy se nagyobb dicsőséget ad az Istennek, mint az összes angyalok és szentek jótettei is imádni. A szentmise tehát magába foglalja az egész teremtett világ háláját is, a teremtésért, a létben tartásért, a megváltásért, a szentségekért, az összes kegyelemért, amit nekünk ad. Tehát most már az ember mindig próbálta valamiképpen ugye megköszönni az Isten adományait, és akkor az adományokból a legszebbet, legértékesebbet kiválasztotta, és azt feláldozta. De hát tudta azt, hogy ez tulajdonképpen csak jelképes lehet, nem arányos ahhoz, amit az Istentől kapott. Most már van egy méltó áldozatunk, ami ugye teljes egészében ellensúlyozza azt a kegyelmet, amit Isten ad nekünk, ez pedig az ő fiának az áldozata.
Ahogy a Zsoltán mondja, mit adjak az Úrnak mindazért, amit ő nekem adott, az üdvösség kegyét veszem, és segítségül hívom az Úr nevét. Tehát a Szentmisét is már előre látta a zsoltáros prófétai módon. Még egy pár szó az elhunytaként bemutatott Szentmiséhez. Ugye a Szentmisét mindig azokért a halottakért ajánljuk fel, akik a kegyelem állapotában haltak meg, és pedig, akik ugye, tehát a kározaton megmenekültek, mert egy elkározottért nem lenne semmi értelme, ugye szentmisében mutatni, hiszen rajta már nem segíthet, még a szentmis áldozat sem. Aki az üdvösség állapotába jutott, annak pedig fölösleges, mert ugye már nincs rá szüksége. Tehát azokért a kegyelem állapotában meghalt hívekért ajánljuk fel a szentmis áldozatot, akik a tisztító tűzbe kerültek, vagy ugye a bocsánatos bűneik révén, amik még hátra vannak, vagy pedig a már megbocsátott bűnökért járó hátra levő büntetést kell levezekelni. Ugye? Tehát erre sokszor nem gondolunk, hogy Isten igazságos. Tehát a bűnbocsánat után is még azért le kell vezekelni a bűnnek az árát, ugye, azt, ami érte jár. És ez vagy itt a Földön történik, a szenvedések által, vagy pedig a tisztító tűzben. Igen, ám csak, hogy ebben is az Úristen adott egy lehetőséget, ugye, a segítség, hogy tehát egy úgymond kedvezményt, engedményt, ez pedig a búcsúnak az intézménye, amikor Krisztus is a szentek érdemei révén elengedi ugye Isten ezt a hátralevő büntetést. És a szentmisének egyik fő célja, amit a halottakért ajánlott fel, hogy az elhunyt egy ilyen búcsúban részesüljön. Ugye ősi szokás a temetési szentmise, a római rítusban ezen kívül még ott van a harmadik, a hetedik és a harmincadik napon bemutatott szentmise, illetve az első és a minden további évfordulón bemutatott szentmise. Ugye hát olyan vidékeken, ahol nagyon jelen van az ortodoxia, vagy a keleti kereszténység, ott dívik az úgynevezett 6-7-es szentmise, ami ugye 40 napra van a haláltól, mert a keleti ugye egyes egyházatják fölfogása szerint a lélek 40 napig a halál után még valahol a test közelében marad, és tulajdonképpen csak a 40. napon szakad el véglegesen a földi világtól, és hát ezért ugye van ez, hogy a 40. napon külön is bemutatják érte a szentmisét. Ezen kívül létezik még egy ősi szokás, ami manapság már nagyon kihalóban van, de még létezik, a gregorián misék gyakorlata. Ugye ez a gregorián mise nem a gregorián énekre vonatkozik, hanem Nagyszent Gergely pápára utal, és ez a történet megmaradt a Nagyszent Gergely Dialógus című művében, nevezetesen. Nagyszent Gergely pápasága által előtt bencés szerzetes volt az általa alapított Szent András kolostorban, ami ma is látható az Aventinus domb, vagyis a Célius dombon Rómában. És hát ebben a szerzetesben később, amikor Gergely már pápa lett, élt egy Justus nevű szerzetes, aki korábban orvos volt. És hát az orvoslásért természetesen mindig kapott adományokat is, és a szerzetbe lépése után ezekből az adományokból megtartott titokban 3 aranypénzt. Na most, amikor Justus maga is megbetegedett, és a rendtársai ugye keresték az gyógyszerei között, hogy mit adhatnának neki a fájdalmai enyhítésére, megtalálták ezt a 3 aranypénzt, és jelentették a pápának is ezt a szörnyűséges bűnt, hogy a szegénységi fogadalmat ilyen módon megszegte. Hát Nagyszent Gergely pápa mai szemmel nézve nagyon kegyetlenül rendelkezett, hogy Justus az életének hátralevő részét teljes magányban és szigorú vezetésben töltse, és amikor meghalt, nem a temetőbe, hanem a szemétdombra helyezték, temették el, és minden rendtársa azt mondta neki, amit ugye az apostolok cselekedetei szerint Péter apostol mondott Ananiásnak, vagy Simon Mágusnak, veszél el te is a pénzeddel együtt. Na most hát ezek után
ugye Gergely mégiscsak úgy érezte, hogy nem elég az, hogy egyszerűen elítéltük és megbüntettük, hanem valahogy segíteni is kell rajta, hát elkezdte azt, hogy 30 napon keresztül minden nap bemutatta a szentmisét Justus lelki üdvéért, és a 30. napon Justus megjelent neki, és megköszönte az imádságot, és azt mondta, hogy íme, a mai napon megszabadultam a terveimtől, és az Úristen befogadott engem az örök dicsőségbe. Hát ez ugye 590-ben történt, Nagy Szent Gergely leírása szerint, és innen van ez a szokás, ugye, hogy 30 napon keresztül megszakítás nélkül egy elhunyt ért, ugye, szentmisét ajánlanak föl. Ugye, ami tehát egy ősi szokás, és egyébként a középkorban ennek mintájára más mise sorozatok is keletkeztek, például 5 szentmise a Szent Kereszt tiszteletére, 7 szentmise a Szentlélek tiszteletére, 9 szentmise az angyalok tiszteletére, 12 szentmise az apostolok tiszteletére, és lehetne még sorolni. Tehát ugye ebből is látszik, hogy azért itten a szentmiségnél létezik a katolikus vallásban egyfajta mennyiségi szemlélet. Tehát, hogy a több szentmise több kegyelemmel jár, a több imádság több kegyelmet jelent. És éppen ezért ugye nem manapság általában azt mondják, hogy hát elég egy szentmise, vagy elég egyszer imádkozni egy szándékra, de hát az Úr Jézus azt mondja, hogy állhatatosan kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Nyilván nem azért, mert a Úristen ugye csak hosszú noszogatás után hajlandó rá bólintani, hogy na jó, akkor legyen, hanem mert nekünk használ ez az állhatatos kitartó ima. Az élőként bemutatott szentmisénél van egy nagyon régi teológiai vita, hogy nevezetesen ugyanannyi kegyelmet kapnak-e akkor a személyek, hogyha több élő személyt mutatunk be egyetlen szentmisét, vagy pedig érdemesebb minden egyes személyt külön szentmisét felajánlani. A többségi vélemény, egy Kajetán nevű teológus azt mondta, hogy mivel a szentmise ugye végtelen értékű, ezért akármennyi személyt lehet felajánlani, bemutatni, és ugyanannyi kegyelembe részesül minden egyes személy. De van egy kisebbségi vélemény, amit az egyház soha nem ítélt el, ami azt mondta, hogy minden egyes szentmiséhez az Úristen hozzá köt egy megfelelő, úgymond mennyiségű kegyelmet, idézőjelben. És ugye, tehát hogyha többen osztoznak ebben az adott fixált mennyiségben, kevesebben részesül minden egyes személy. És ezért régebbi szokás az, hogy egy szentmisét egy személyet felajánlani, ugye. De nem csak a papok pénzéhessége miatt volt így, hanem egyfajta ugye, teológiai megfontolás volt mögötte, de ezt az egyház nem döntött el ezt a vitát. Minden esetre nagyon üdvös, hogy akár ugye van viseadománk, akár nincs a pap, minden szentmisét egy bizonyos szándékra ajánljon föl, de a hívek is ugyanezt megtehetik, hiszen ők is a király papság részesei, és a pap keze által ők is áldozat bemutatók, tehát azt kell mondanunk, hogy aki részt vesz a szentmisén, és különösen aki még áldozik is, az nem olaszt fel azt, hogy minden egyes szentmisét egy adott szándékra ajánljon föl. Tehát formálja meg magában azt a szándékot, hogy én most ezt a szentmisét ezért vagy azért ajánlom fel. És így ugye pontosan irányítva küldjük a kegyelmet arra a célra. Na most a szentmise értékéről egy pár szót. A szentmisét úgy tekinti a katolikus hagyomány, mint ugye elsőrangú jó cselekedetet, ugye ez a protestantizmus ezzel nagyon vitatkozott, de mivel hogy a szentmise a legértékesebb ajándék, amit Istennek adhatunk, ezért a legnagyobb jó cselekedet, amit az ember véghez vihet. Hiszen a Fiú Isten az ajándék és az ajándékozó is. Ő egy személyben a pap is, meg az áldozat is. Az ember véges ajándékot adhat, Isten pedig végtelen ajándékot. Tehát ugye az Istenhez csak a végtelen ajándék illik.
Jézus Krisztus a szentmisében jobban megalázkodik, mint amikor emberré lett, hiszen ott csak az isteni dicsőségről mondott le, most pedig félreteszi ugye emberi formáját, mozgó beszélőkészségét, tehát egy tárgy szintjére üresíti ki magát. És éppen ezért ugye ez a nagy megalázkodás a legnagyobb értéket tartalmazza. A mise belső értéke, tehát Krisztustól származik, és végtelen, minden egyes szentmise végső értéke. Különösen éppen a szentmise első két célja az imádás és a hála, mert ezek Istenre irányulnak, tehát ugye nem lehet semmivel sem nagyobbítani, tervezni. Független a szentmise értéke ebből a szempontból a pap vagy a hívek méltatlanságától. Ugye ezt tudjuk, hogy a szentségek érvényessége és a hatékonysága sem függ a pap méltó voltától, ugye. Ez többször volt az egyház történelemben vita, hogyha például engem egy bűnös pap keresztelt, egy méltatlan pap, vagy egy méltatlan pap szentmisén vettem részt, akkor azt jelenti, hogy kevésbé vagyok megkeresztelve, mint hogyha egy szent keresztelt volna. Vagy kevésbé értékes az a szentmisén, mint hogyha egy szent papnak a szentmisén vettem volna részt. Ugye nem, mert ugye piszkos csapból is tiszta víz folyhat. Az Úristen nem szolgáltatja ki az ő kegyelmét az emberi tényezőknek a ugye, hiányosságainak, tehát a pap méltatlanságának, tehát a méltatlan pap is ugyanolyan hatékony és érvényes szentséget tud kiszolgáltatni. Ezt úgy hívjuk, hogy ex opere operato, tehát megfelelő szándékkal, megfelelő anyaggal és formával végre létre a szentséget, annak a hatása ugyanúgy megvan. Ez a szentmise belső értéke, ami Krisztus miatt mindig végtelen. De a szentmisének, mint jó cselekedetnek, van egy külső értéke is, és a külső érték szerint függ az ember, az emberi tényezőtől. Tehát ugye a kérés és az engesztelés a szentmisében mindig emberekre vonatkozik, és az emberek mindig csak végesen tudják befogadni a végtelent. Na most ugye a szentmisében ez a nagy misztérium itt, hogy a véges és a végtelen találkozik, az Isten és az ember. Az Isten ugye végtelen kincseket ad, végtelen kegyelmet kínál, az ember pedig a maga véges teremtményi voltánál fogva, csak véges módon tudja ezeket befogadni. Hát ezért van szükség arra, hogy a szentmisét megismételjük, hogy ugye több helyen is bemutatjuk, hogy ugye, tehát pontosan azért, mert szét vagyunk szórva a térben és időben, mert véges a mi figyelmünk, a mi nyitottságunk, a mi ráhangoltságunk, és ezért a végtelen értékű szentmiséből mindig csak véges gyümölcsöket és kegyelmeket tudunk ugye leadni, úgymond. Tehát mi az, ami befolyásolja azt, hogy ténylegesen a szentmisének milyen hatása lesz ránk és a mi lelki életünkre? Hát például a hírek buzgósága, figyelme, nyitottsága. Tehát, hogyha valaki szétszórtan vesz részt a szentmisén, elkalandozik, mással foglalkozik, rendetlenül viselkedik, akkor nyilván sokkal kevésbé lesz nyitott a kegyelemre, és kevesebb gyümölcsöt tud learatni abból a szentmiséből. Ugyanúgy, tehát ilyen szempontból a pap szentsége és a papnak a odaadottsága is nagyon fontos. Tehát a papnak a misében az a feladata, hogy eltűnjön, mint külön ugye emberi személy, tehát hogy teljesen áttetsző eszköz legyen az Isten kezében. És minél inkább sikerül ez egy papnak, annál hatékonyabban tudja közvetíteni a kegyelmet. Tehát nem véletlen, hogy amikor a hívők látták Szent Pió atyát misézni, akkor özönlődtek erre a Szent misére, akkor a legyet sem lehetett hallani, akkora csend volt, és lélegzett visszafolytva figyelték az oltáron történő eseményeket. No hát Pió atya miséi azért nem voltak rövidek, ugye 2-3 óra, mert mélységesen átélte ugye ő maga is Krisztus szenvedését, teljesen föloldódott az ő emberi egyéniségek ugye Krisztus személyében,
De nyilvánvalóan egy ilyen pap sokkal hatékonyabban tudja közvetíteni a kegyelmet, mint az, aki ugye hát teljesen szétszórtan és esetleg a súlyos bűn állapotában 10 perc alatt összecsap egy vadászmisét. Tehát nyilvánvaló, hogy ez összehasonlíthatatlan, ha bár maga a mise objektíve végtelen értékű akkor is, hogyha 10 perc alatt összecsapja, mert ugye a Krisztus adja neki ezt az értéket. De hogy milyen konkrét gyümölcsöket fog teremni a hívek életében, ez függ a papnak az élet szentségétől is, és kicsoda felelősség ez számunkra, papok számára, hogy mit csinálunk, hogyan bánunk a nekünk adott kincsekkel. Aztán érdekes, hogy nagyon nagy hatása van a szentmise hatékonyságára a kornak az általános lelki szintje, életszentsége vagy bűnössége. Tehát az egész egyháznak az állapota, pápától, püspököktől, papoktól elkezdve a legutolsó hívőig. Tehát egy olyan korban, amely tényleg át van nyitatva az evangéliummal, az életszentségre való törekvéssel, minden egyes szentmise hatékonyabb lesz, bőségesebb gyümölcsöket fog hozni, mint egy hanyatló, dekadens, istentelen és langyos korszakban. Hát én azt hiszem, hogy a mi korunk azért eléggé dekadens, úgyhogy ez a magyarázat arra, hogy nagyon sokszor hát az ember úgy tapasztalja, hogy a szentségeink és a szentmiséink, mintha nem hoznák meg azt a hatást, azt a gyümölcsöt, amit szeretnénk, amit remélünk. Valószínűleg, hogy mindnyájunknak része van ebben, hogy akadályozzuk a saját hibáinkkal, gyanúságainkkal a kegyelemnek a szabad áramlását. Aztán hatása van a szentmise gyümölcseire a szertartás méltósága ünnepélyessége is. Tehát ugye manapság nagyon divat, hogy azt mondjuk, hogy hát külső szafrangok, ez teljesen lényegtelen, az a lényeg, hogy érvényes legyen a mise, és mindegy, hogy milyen ének van közte, milyen ruha, milyen építészet, milyen ugye eszközök vannak a liturgiában. Nagyon sokan úgy próbálják az ő lelkiségüket kiemelni, hogy hát ezek lényegtelen dolgok, a legegyszerűbb ugye körülmények között bemutatott szentmise is ugyanolyan értékű. Az egyház hagyományos meggyőződése, hogy ez nem így van, hanem ugye mivel Isten minden szépnek és nemesnek a forrása, ezért jobban illik hozzá és jobban tetszik neki az, ami szebb és nemese. Az, amiben több figyelmet, szeretetet, készületet, időt, energiát építettünk be. Tehát nem úgy, mint hogyha mi igyekezetünk Istent nagyobbá tenni. Ugye van egy szép prefáció az újrikusi szentmisében, ami azt mondja, hogy Isten, Urunk, a mi magasztalásunk nem tesz nagyobbá téged, nekünk azonban üdvösségünkre válik. Ez igaz. De ugye Istennek van egy ilyen külső dicsősége, amit mi is tudunk növelni. Tehát a hagyományos fölfogás az, hogy egy énekes szentmise például több kegyelmet hordoz, mint egy csendes szentmise, egy ünnepélyes szentmise, vagy egy püspöki szentmise még több kegyelmet hordoz. Mert nemesebb, mert szebb, mert több energiát, több figyelmet, több szeretetet építettünk bele. És ugye nagyon régi szokás ez, hogy még a buzgó hívek is próbálják ugye a vasárnapi mise kötelességet. Hát úgy, jó, teljesítem, de elmegyek az első korai szentmisére, ami ugye fél óra alatt készen van, és akkor megyek a fontosabb, sürgősebb dolgaimat intézni. Egyébként döbbenetes, hogy Rómában, amikor a régi ritusú templomban miséztem, akkor láttam, hogy a legnagyobb ünnepeken, a nagy misén, csak úgy lézenget egy pár hívő, mert mindenki eleget tett a mise hallgatási kötelességnek a reggel 7 órási szentmisén. Különösen az olaszokra volt ez jellemző. 2,5 óra alatt, 40 perc alatt ők eleget tettek ugye a virágvasárnapi szentmisei kötelességüknek, és hát úgy távoztak a templomból, mint a jó végezte dolgát, mint jó keresztény. Tehát azért már a józan logika is azt mondja, hogy csak nagyobb érdem van abban, és nagyobb kegyelem, aki azért vállalt azt a 2,5 órás szentmisének az áldozatát és gyönyörűségét, és nem véletlen, hogy az egyház azért mindig külön privilégiumokkal, ilyen lelki, hogy mondjam, előjogokkal tüntette ki ezeket az ünnepélyes szentmiséket, és a szerényebb miséket azokat szükségmegoldásként engedte meg. Tehát persze van, aki főz, van, aki a családról gondoskodik, stb. Annak ugye
az az egyetlen módja, hogy eleget tegyen a vasárnapi kötelességnek, hogy egy koreai misére elmegy, de lehetőleg azért ne kerüljük ezeket a szép ünnepélyes és igényesebb liturgiákat. Na most, tehát a liturgiánknak minden esetre is a szentmiséhez való hozzáállásunknak is szüksége van a megtisztulásra, a megtérésre, az elmélyülésre, hiszen a végtelenül szent és tökéletes Istenhez csak szent és tökéletes liturgia illik, és nekünk is ugye amennyiben rajtunk múlik, a legtöbbet kell neki megadni. Tehát kerüljük el ezt a mai minimalizmust, ami csak ugye az érvényességet és a minimumot keresi, hogy mi az, ami még nem halálos bűn, mert azt nem akarom elkövetni, de minden mást azért készségesen elkövetek, hanem keresem azt, ami nemesebb, ami értékesebb, ami több, ami Isten előtt is kedvesebb. Nem csak azt, ami könnyebb. Tehát ilyen szempontból például én mindenképpen sürgetném azt, hogy például nagyon becsüljük meg a hétköznapi szentmiséket is. Tehát akinek van lehetősége, hétköznap, akár naponta, akár ritkábban, de időnként részt venni, ne olasz fel ezt a lehetőséget, mert ugye az előbbiek alapján kiderül, hogy ez nagyobb kegyelmet és nagyobb értelmet jelent az Úristen előtt. Én nagyon sokszor, ugye, amikor elnézem tőle a mi gödöllői hétköznapi miséinket, és látom azt a pár nénit, aki ugye a premontrei harmadrendhez tartozik, és akik hát azért jönnek, mert hát valamilyen szinten kötelességük is ez, ugye, és aztán azt mondom, hogy hát maximum 10 év is, ők már nem lesznek képesek eljönni naponta a szentmisére, és akkor vajon mi lesz? Akkor vagy egyedül fogunk misézni, vagy pedig lehet, hogy már a papokban is teljesen uralkodóvá válik ez a fölfogás, hogy ha nincs hívő, akkor nincs értelme a szentmise bemutatásának sem, és marad a vasárnapi szentmise. Én azt hiszem, hogy ez nagy fájdalom lenne, nagy elszegényedés is, nagy lelki kárt is okozna az egyháznak, úgyhogy ezt ne engedjük, hogy ez megtörténjék. Na most nem tudom, hogy már majdnem egy órát beszélek, amit ha még egy negyed órában befejezem ezt a tabernákulumot, azt talán el lehet viselni. Igyekszem, hogy nem túlságosan elnyújtani. Csak rövid összefoglalóként az oltárról szóló előadásban, különösen ugye az oltár irányultságáról volt szó, hogy kelet felé vagy a nép felé fordulva. Azt mondtuk ugye, hogy a hiába hivatkoztak sokan a II. Vatikáni zsinatra, ez a zsinat egyáltalán nem nyilatkozott ezügyben, hogy ugye az oltárt meg kéne fordítani, hanem nagyon ügyesen végigvettük, hogy a zsinat utáni dokumentumok mennyire ugye ilyen apró kis félrefordításokkal, hangsúly eltolódásokkal, apró kis csúsztatásokkal végülis odáig jutottak, hogy először csak ajánlatos, hogy az oltár körüljárható legyen, hogy akár a néptel szemben is lehessen misézni. Tehát a végén már úgy jön ki, hogy kötelező minden templomban, még ott is, ahogy régi barokk főoltár van, lehetőleg rombolják le a főoltárt, és tegyetek ugye asztalt, mert a liturgiát bátor kezdve csak is a néptel szemben szabad bemutatni, ugye? Tehát ez egyáltalán nem volt a zsinat szándéka, sem a zsinat után legelső dokumentumok szándéka, de úgy jött le, és a végén így vált gyakorlattá. Na most hasonló a helyzet a tabernákulummal is. Tudnélik, hogy a II. Vatikáni zsinat egyáltalán nem nyilatkozott a tabernákulum helyzetéről, és még kevésbé az esetleges áthelyezéséről. És mégis ugye azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok helyen, új templomokban is, de régiekben is, valami miatt kötelességnek érezték, hogy a főoltárról, a központi helyről áthelyezzék oldalra, a sarokba, vagy esetleg egy külön kápolnába, úgyhogy egyesek viccesen megjegyzik, hogy az ember úgy érzi magát, mint Mária Magdolna húsvét reggelén, akkor azt mondja, hogy elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Hiába, hogy Mária megtalálni, és nem találja. Na most ugye, már a
20. század közepén megjelent ez a gondolat egyes liturgikus tudósoknak a műveiben, hogy jobb lenne, ha a szentmise áldozat alatt nem volna jelen ott az Úr teste az oltári szentségben, mert ez valamiképpen csökkenti a szentmise áldozat hatását, illetve a szimbolikus erejét gyöngíti. Hogy ugye az a célja a misének, hogy megjelenjen köztünk a kenyér és a bor színe alatt, hát akkor minek legyen már a kezdetén ott ugye a tabernákulumban, inkább tegyük valahol a félre, és akkor majd a mise végén megjelenik ugye a mise gyümölcse, vagyis a szentségi jelenlét. Na most 12. Pius pápa 1956-ban Assisiben egy kongresszuson reagál erre, és azt mondta, hogy ezeknek a törekvéseknek igazi célja csökkenteni a tabernákulumban jelenlevő Krisztus jelenlétét és cselekvése iránti megbecsülést. Elválasztani a tabernákulumot az oltártól annyi, mint szétválasztani két valóságot, amelyek eredeti természetük szerint egységben kell, hogy maradjanak. Tehát ugye 12. Piusnak ez volt a tanítása. Na most ugye többen arra hivatkoztak, hogy tulajdonképpen az főoltár közepén elhelyezett tabernákulum egy barokk fejlemény. Tehát, hogy korábban ugye tudjuk, hogy ugye az első időben vagy a sekrestében tartották az oltári szentséget, sőt a hívek is hazavitték, de nem csoda, hiszen ugye üldöztetés volt, és senki se tudta, hogy mikor tud legközelebb misén részt venni. Tehát kellett, hogy otthon is legyen, hogy esetleg egy elfogatás esetén tudjon megáldozni legalább még a vértanú halála előtt. De aztán volt olyan, hogy ugye az oldalfalba, főleg az északi falba beépítve volt a tabernákulum, úgynevezett pasztoforiumba. Volt olyan, hogy az oltár fölötti ugye baldakin, a cibórium, arról lógott egy galambszobor, egy ezüst galambszobor, és ebben a galambszoborba helyezték be az oltári szentséget. Volt olyan, hogy úgy, mint a belvárosi templomban, ugye ott oldalt van egy gótikus oszlop, tehát egy ilyen oszlopra kiképzett tartó, amit nagyon díszesen általában építettek föl, de az is oldalt volt, és hát többen erre hivatkoznak, ugye, hogy hát vissza kéne térni ezekhez az eredeti dolgokhoz. A 12. Pius a Mediator Dei című enciklikában ezt úgy nevezte, hogy liturgikus archaizmus és tévedésnek minősítette. Tehát, hogyha valaki a későbbi századok fejlődését semmibe véve vissza akar térni egy általa elképzelt ősi állapotra, mondván, hogy az tisztább és szentebb és helyesebb. Hát a Szentlélek működött a későbbi századokban is, és ne felejtsük, hogy az oltári szentség akkor kerül a főoltárra és a templom tengelyébe, amikor ugye a reformáció tagadja a valóságos jelenlétet. Tehát a cél az volt, hogy kiemelni, hogy igenis mi hisszük, hogy itt van, és ő a mi életünk is, a mi Isten tiszteletünk központja. Az első, amit a templomba betérő észrevegyen, az pontosan a szentségi Krisztus legyen. Tehát a tabernákulum legyen olyan, ami automatikusan magára vonja a figyelmet. Na most, az első dokumentum a zsinat után, ami azt sugallta, hogy valamit csinálni kell a tabernákulummal, 1967. május 25-én az Eucharisticum Mysterium című instrukció, ami azt mondja, jobban megfelel a celebráció természetének, ha az oltári szentség nincs jelen az oltáron a mise kezdetétől fogva. Egyáltalán ugye nem utal erre semmilyen zsinati dokumentum, egyszerűen a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúció csak a 128. pontban utal röviden arra, hogy a szent kultuszhoz tartozó külső dolgok legyenek a liturgikus módosításokkal összhangban. De nem mondja, hogy milyen módosítások legyenek ezek, hogy hogyan kell őket összhangba hozni. Tehát egyáltalán konkrét utasítás nem ad.
Tehát arról is beszél ez a zsinati konstitúció, hogy biztosítani kell az eukarisztikus tabernákulum nemességét, helyzetét és biztonságát. Hát melyik az a katolikus, aki nem szeretné, hogy a tabernákulum nemes legyen, biztonságos legyen és kiemelt helyzete legyen. A vita ott kezdődik, hogy milyen eszközökkel lehet ezt elérni. A zsinati atyák és 23. János pápa sem tudták előrelátni, hogy ez a paragrafus mint egy ürügy lesz, hogy az eukarisztiát átköltöztessék egy oszlopra helyezett kis dobozba, a templom egyik elrejtett sarkába, vagy egy falba vésett sötét ülkébe. Ugye Monsignor Klaus Gamber, aki Regensburgi liturgia tudós volt, és Benedek pápa szerint a 20. század legnagyobb liturgikusa, erre vonatkozóan is mondta, hogy a ténylegesen megvalósult reform nem kapta volna meg a zsinati atyák többségének a jóváhagyását. Az első zsinat utáni konkrét instrukció, hogyan kell a reformot végrehajtani, még a zsinat ülésezése idején, 1964-ben az interekumenici instrukció a 95. pontban ezt mondja. Az oltári szentséget egy szivár és lopás ellen biztosított tabernákulumban kell őrizni, a főoltár közepén, vagy egy másik oltáron, ha az különösen díszes és kiemelt. Ahol törvényes szokás létezik, és különleges helyzetben, amit a helyi püspöknek jóvá kell hagynia, az oltári szentség őrizhető a templom más helyén is, de ennek a helynek nagyon különlegesnek, nemesnek és alkalmas módon díszítetnek kell lennie. Tehát az elsődleges az, hogy a főoltáron maradjon. Bizonyos esetekben lehet egy más díszes helyen, például ugye a Szent Péter bazilikában tudjuk, hogy van egy külön kápolnája. Mert jönnek, mennek a turisták, csevegnek, beszélgetnek, tehát ez méltatlan lenne. Vagy például máshol, ahol nagyon sok az esküvő, temetés, különböző szentartások, ott is lehetséges, hogy ez egy praktikusabb megoldás, de azt mondja, hogy csak nagyon különleges, nemes, kiemelt helyen lehet őrizni. Na most, tehát még 64-ben nem gondoltak arra, hogy minden tabernákulumot félre kellene tenni, vagy hogy kötelesség lenne áthelyezni a tabernákulumot. Ugyancsak ebben az évben jelent meg 6. Pál Misztérium Fidei kezdetű enciklikája, amelyben a 6. Pál pápa kijelenti, a legszentebb oltári szentséget a templom legkiemeltebb helyén kell őrizni, a legnagyobb tisztelettel a liturgikus törvények szerint. Tehát ő sem gondol arra, hogy bármit is változtatni kellene az addigi szokáson. Ugye, ahogy említettem, 1967-ben az eukarisztikum misztérium instrukció az első az, amely sejteti azt, hogy valami változtatás fog következni. A dokumentum 53. pontjában ezt mondja, a templomnak az a helye, ahol az oltári szentséget őrzik a tabernákulumban, legyen valóban elkülönült. Legyen alkalmas magánimádságra, hogy a hívek könnyen és gyümölcsözően, egyéni áltatossággal is tovább tisztelhessék Urunkat a legméltóságosabb oltári szentségben. Na most mivel alapozzák meg ezt, hogy legyen alkalmas a magánimádságra ez a hely? Két utalás van. Azt mondja, az egyik a Misztérium Fidei enciklika, ahol a 6. Pál, nem azt mondta, hogy elkülönült helyen, hanem a legkiemeltebb helyen, in nobilissimo loco, és egy szóval se ajánlja, hogy egy magánimádságra alkalmas helyen legyen. Továbbá utal ez a dokumentum a Presbyterorum Ordinis kezdetű zsinati dokumentum 18. pontjára, amely a papok életéről és lelkiségéről szól, és azt mondja ez a pont, hogy a papoknak, hogy hűségesebben ellássák lelkipásztori kötelességeiket, naponta szükségük van, ami Urunk Jézus Krisztussal való beszélgetésre, szentséglátogatást végezvén és személyes áhítatot ápolván a Szent Eukarisztia iránt. Tehát a papok naponta végezzenek szentséglátogatást. Nagyon helyes és jó, de egy szóval sem mondja, hogy a tabernákulumot valahol a máshova kellene áthelyezni, ennek érdekében ugye.
Tehát ezek olyan követelmények, amelyek úgy valahogy a légből kapottak, és semmit. Tehát ugye az emberek általában lusták, és soha nem szokta senki ellenőrizni a lábjegyzeteket. Leginkább esetben. És ugye itt is az történt, hogy a lábjegyzetekkel olyan állítást próbáltak megalapozni, ami az eredeti dokumentumokban nincs jelen. Tehát egyfajta önellentmondás van magában az eukarisztikus misztérium dokumentumban is, hiszen a 54. pont így szól, a legszentebb oltári szentséget őrizzék szilárd és kopás és lopástól védett tabernákulumban a főoltár közepén, vagy egy másik oltáron, ha az valóban kiemelt és megkülönböztetett, ahol törvényes szokás létezik, más helyen is őrizhetik, de ez legyen különösen nemes hely, amit alkalmas módon díszítenek. És a következő paragrafus pedig ugye ajánlja azt, hogy egy magánimádságra alkalmas hely legyen, ugye. Tehát ugyanabban a dokumentumban nem fésülték össze, és két ellentmondó állítást tettek oda. No, a következő, ahova átment ez az ajánlás, az a római misekönyv általános rendelkezései, ahol megint kiemeli ezt a magánimádságra alkalmas, most már kápolnát. Tehát ugye, hogy ez az ajánlat, hogy az oltári szentséget egy ilyen kápolnában őrizzék. Aztán a új egyházi törvénykönyv 1983-ban az csak annyit mond, hogy a tabernákulum, ahol az eukarisztián őrzik, legyen a templom vagy kápolna kiváló látható díszes és imádságra alkalmas részében. Hát ugye, melyik a legkiválóbb, legdíszesebb, legláthatóbb rész, mint a régi főoltár, ugye, ha csak nem rombolták le. És miért ne lenne alkalmas az imádságra? A katolikus egyház katekizmusa 1994-ben azt mondja, a tabernákulumnak a templomban különösen méltó helyen kell állnia, és olyannak kell lennie, hogy az Krisztus valóságos jelenlétének igazságát az oltári szentségben kiemelje, és nyilvánvalóvá tegye. Hát ez azt hiszem, hogy valóban a régi megoldásnak kedvez, hogy a főoltáron legyen. Ez az, ami leginkább nyilvánvalóvá teszi Krisztus valóságos jelenlétének az igazságát. Tehát ugye látjuk, hogy egyszerűen itt is történt egy ilyen csúsztatás, állítások, félmondatoknak a beszúrása, nem hiteles utalások alapján, és ebből kifolyólag ugye egyesek úgy gondolták, hogy ez fölhatalmazza őket arra, hogy kötelező jelleggel áthelyezzék ugye az oltári szentséget. Hát most nemrég magyar kegyhelyen is történt ilyen, ugye, hogy ahol régen a barokk főoltár közepén volt a tabernákulum, most egy mellék helységbe került, ahol régebben egy családi kripta volt, egy családi sírhely, és hát ugye egy falba sülyeztet, teljesen dísztelen, jeltelen szekrénybe került ez a tabernákulum, mondván, hogy hát ugye ahol sok az zarándokot, tulajdonképpen lehetővé kell tenni, hogy az zarándokok a kegyszoborhoz közel kerüljenek, és hát itt csak zavarna a tabernákulum, pedig én azt hiszem, hogy pont a lényegre mutatna rá. Ugye a mi Mária tiszteletünk az nem egy szobornak szól, nem egy tárgynak szól, hanem ugye per Maria Jézus, tehát Mária által Jézushoz. A szemináriumban is volt egy ilyen nagy vita, hogy a spirituálisunk a máriusi ájtatosságot kezdte úgy végezni, hogy kitérte az oltári szentséget, letérdelt is, de énekeltük a Loretto Litániát. Akkor többen mondták, hogy micsoda dolog ez, hogy az oltári szentség előtt térdelünk, és azt énekeljük ugye, hogy Istennek szent anya, a szüzeknek szent szüze. Hát bocsánat, ahol Krisztus jelen van, az édesanyja is jelen van, és az egész mennyország is. Nem az lenne a cél, hogy a Mária tisztelet elvezesse minket az ő fiához, Jézushoz, nem ezt akarja a szűzanya elérni. És hát ennek mi a hatékonyabb eszköze, hogy ott legyen az oltári szentség. Nekem sohasem volt ezzel problémám, tehát megint ugye az van, hogy amit Isten egybe kötött, azt mi ne válasszuk szét. A tabernákulum és az oltár, az oltári szentség és a Mária tiszteletet.
Tehát legyen egyfajta józanság az emberben, és bízzon az ősök hagyományában, hogyha valami a századok folyamán így kialakul, tudjuk az okát is, ne akarjuk okosabbak lenni, és ne gondoljuk azt, hogy mi mindezeket felülmúljuk a mi mai tudományunkkal és bölcsességünkkel, mert ugye hát a lelki gyümölcsök azok mutatják, hogy sajnos nem nekünk van igazunk, hanem ezt jobban tudták, ugye, hagyományosan. Úgyhogy köszönöm szépen!